Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Jelenlegi világgal mennyire vagytok elégedettek? Mennyire? Jó a jelenlegi világ? Tehát ez betűnek kezdtétek mondani azt a szót, és erre végződik? Jó, szóval gondoltad volna ezt, hogyha mondjuk az én korosztályom vagy, de ha fiatalabb vagy is. Gondoltad volna ezt mondjuk 5-10 évvel ezelőtt? Nem. Hogy ilyen dolgok lesznek. De még mondjuk 3 évvel ezelőtt is. Gondoltad volna? Nem. Nem? Tehát ugye azt lehetett sejteni, hogy mi várható, de azt, hogy az milyen formában jön el, de azt nem lehetett pontosan tudni. Tehát azt lehetett tudni, hogy lesznek nehézségek, méghozzá ugye nem kis formában. Tehát ezek a nehézségek elsősorban azt is lehetett sejteni, hogy a fehér embert fogja érinteni. Tehát ha megnézitek, ezek a fajta dolgok, ami az elmúlt 2 évben itt lezajlottak, ugye itt a világban elsősorban érdekes módon fehér embert érintette. Tehát hogyha megnézed, konkrét számszalakilag kik utaznak a legtöbbet a fajok közül, hát egyértelműen a fehérek, nem? Tehát hiába nem mi vagyunk a legnépesebbek fehér emberek, mégis a fehér faj utazik a legtöbbet, ha jobban megnézed. Tehát például ezek az utazási korlátozások ugye elsősorban a fehér fajt érintette, akkor ráadásul mit tudom én, mondjuk ez a maszk használat kérdése is elsősorban minket érintett. Valaképpen volt Afrikában nemrég, azt se tudták mi az, hogy Covid, komolyan, de te a hírekben tudod, legalábbis mármint úgy értve, hogy azt gondoltad, hogy Afrikában ismerik, mert hát a hírekben az volt, hogy az egész világra kiterjedő volt ez a dolog. Hát ugye ott az egész világban, ahol a fehér emberek élnek. Tehát hogyha például megnézed, ugye Ausztráliában például most már a java része az fehér ember. Tehát ugye ott is érintett volt ez a dolog, de java része az fehér lakos. És hát ugye ha megnézed, gyakorlatilag a fehéreket érintette, és akkor azt gondolod, hogy nem, hát mit tudom én, Kínában is milyen maszk használat van. Erre mondja nekem valaki, hogy már ezelőtt 15 évvel ott maszk használat volt a smog miatt, érted? Nem vidéken, hanem a városokban. Tehát ami azt jelenti, hogy nem volt nehéz az egésznek a kezdetén mutogatni, hogy maszkba járnak az emberek, amikor hát amúgy is maszkba jártak az emberek, nem a Covid miatt, hanem a mondom a smog miatt. Tehát hogyha így jobban megnézed, akkor ilyen korlátozó intézkedések itt a világban elsősorban a fehér embert érintette. Most van ez a háború, ugye háborúk szoktak lenni itt ott, amott voltak is, ugye mit tudom, volt az iraki háború, akkor volt ilyen az araboknál kisebb-nagyobb összetűzések, akkor volt Afganisztán, stb. Tehát voltak itt háborúk, de viszonylag távol tőlünk, ami nem olyan régen volt, azért itt közel is, mert voltak a balkáni, ugye amikor Jugoszlávia szétvált, akkor volt az a Csetepaté is, de nem az a jellemző, hogy ugye mostanában itt voltak háborúk, hanem inkább a világ különböző pontjain is. Hát most ez a háború, ez itt van közel hozzánk, úgy viszonylag közel hozzánk,
nem is ez a probléma, hogy esetleg ez átterjedhet mi ránk, mert nem valószínű, nem is erről szól a történet, hogy ebből nagyobb keletű háború legyen, hanem arról szól a történet, hogy ugye ez ilyen helyi háború maradjon. De mégis, ha nem tudom, figyeled itt az elmúlt két év során, ugye mint említettem az imént, hogy minket fehér embereket érintett ugye ez a Covid-dal kapcsolatos dolgok leginkább, és most a háborúval kapcsolatos dolgok is leginkább minket érintenek, de itt most már nem azt mondanám talán, hogy a fehér embereket, hanem mondhatnám azt, hogy most már az európai, tehát már csökkent ez a hatás, most az európai embereket érinti. Na most, de én már talán a 90-es években, 90-es évek második felében beszéltem arról, hogy ha visszaemlékezünk egy kicsit a történelmi tanulmányainkra, engem nagyon érdekelt a történelem kisgyerekkoromtól fogva, és történelemből legalább 4-es voltam, de inkább 5-ös végig, és általában előrébb jártam a történelmi anyagokban, mint amit leadtak, ugye a könyvből előrébb haladtam, mint amit leadtak történelmet, és ugye nem csak a múlt történelmét is ismertem, hanem mivel apám szerette hallgatni a híreket, és elsősorban a Szabad Európa Rádiót annak idején, ezért ugye a jelen dolgaiban is az egyik legjártasabb voltam, sőt az osztályban ugye annak idején általános iskolában legjártasabb voltam szó szerint a jelen helyzetben. Na most, tehát ezt most miért mondom? Mert mindig is érdekelt a történelem, és egy kicsit a történelemben megnézzük, kicsit visszamegyünk a történelembe, akkor látod, hogy nincs még egy faj a történelemben, amelyik annyi embert írtott volna ki, mint a fehér. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy hát nézd meg, fehér ember átment, mit tudom én, amerikai kontinensre, és 10 milliókat kiírtott, 10 milliókat, indiánokat. Oké? Akkor mit tudom, elmentek Indiába, akkor ott is százezreket, milliókat. Jó, a háborúkat, ugye a fehér ember, első-második világháborúkat a fehér ember indította el, ugye annak a hatása is 10 milliós nagyságrendű halálozás, stb. Stb. Jó, a saját fajtáját is írtotta, meg a nem saját fajtáját. Na most ugye arról beszéltem, mert ez régen, hogy ez következmények nélkül ez nincs. Most mondhatnád azt, hogy hát mit érdekel az minket, hogy a szüleink, vagy nagyszüleink, vagy ükszüleink, vagy még régebbi szüleink mit csináltak? Hát csak ezt úgy hívják, hogy karma. Érted? És nem csak egy egyénnek van karmája, hanem van egy népnek is karmája. Tehát inkább úgy mondanám, hogy egy nemzetnek is van karmája. Oké, egy országnak is van karmája, akkor egy fajnak is van karmája, és hiába mentek mondjuk ki Európából, mondjuk fehér emberek mondjuk Amerikába, mit tudom én, mondjuk az elmúlt 30 évben, hát akkor is a szüleik csináltak olyan dolgokat, amit nem kellett volna, vagy a nagyszüleik, vagy a dédszüleik, vagy az ükszüleik, teljesen mindegy. Na most ez úgy működik, most gondold végig, hogy ezt úgy hívják, hogy karma. Ha tetszik ez valakinek, ha nem tetszik, akkor is úgy hívják, hogy karma. Na most a karma az meg azt jelenti, hogy ha egy egyéni karmát nézünk, az kihat, ha bizonyos feltételeket nem teljesít maga az egyén, kihat az egész életére. Na most gondold végig, hogyha az az illető például az
előző azt mondja, hogy életében, tehát előző életében csinált rossz dolgokat, és azt nem kompenzálta, tehát nem tette jóvá, akkor ugye a következő életben úgy születik le, hogy neki van azzal kapcsolatosan karmája, azokkal az ártó tettekkel kapcsolatban karmája. És ameddig nem teszi jóvá, azt a karmát ő viszi tovább. És tehát ez a lelkednek az előélete, érted? A saját lelkednek az előélete. De nem csak a saját lelkednek van előélete, karmája, hanem vannak családi karmák is, amihez nem sok köze van a lelkednek, de mégis van persze, mert ugye abban a családban születtél, tehát azt a családot választotta ki a lelked. De például, mit tudom én, mondjuk egy olyan karma, hogy egy egyszerű dolog, például, mit tudom én, valaki mondjuk alkoholista, alkoholizál, akkor elindít egy karmát, és ez mehet tovább a gyerekeiben ez a karma, hogy a gyerek is alkoholizálni fog, meg az unoka is alkoholizálni fog. Persze ezzel nem mondom, hogy lehet tenni a karma ellen, de ha nem tesz valaki a karma ellen semmit, akkor az a karma az tovább megy. Na most akkor én kérdezem tőletek, hogy például mondjuk az angolok, jellemzően az angolok, meg a spanyolok, meg stb. Stb., meg a hódító népekről beszélek, tehát akik Európából hódítottak, európai népek, azok gondold végig, hogy hány százezer, hány millió olyan embert öltek meg, ahol a gyarmataikat meghódították, és a gyarmataikon éltek. Érted? Az emberek. Hány százezret, hány milliót öltek meg? Vagy nyomtak el, akár ha nem ölték meg, akkor elnyomták. Az elnyomás is tovább vihető karma. Akkor nézzük tovább. Mennyit nyomtak el? És akkor megkérdezném, hogy akkor ezek a népek vajon miben tették jóvá ezeket az elnyomásokat, gyilkosságokat, népirtásokat, miben tették jóvá? Kérdezem tőletek. Mondhatjuk azt, hogy semmiben. Nem volt jóvá tétel. Sőt, ugye fölléptek a gyarmattartóként, mint hú, meg létrehoztak háborúkat, néznek az utóbbi száz évben szinte az összes háborút, nem a túlzás, mert azért Afrikában voltak ilyen csetepaték, de a háborúk nagy részét, tehát mikor országok közt dúló háború volt, tehát nem ugye belháború, tehát nem olyan háború, amikor egymás ellen harcoltak egy országon belül, hanem olyan háború, amikor országok harcoltak egymás ellen. Azoknak a nagyon nagy részét az elmúlt száz évben a fehér emberek hozták létre. Gondold végig. Illetve menjünk egy kicsit távolabb, több mint száz éve. Persze a japánok is hoztak létre háborúkat, de mégis, ugye ők sárgák, de mégis a javarészt az fehér ember hozta létre. De egyébként ki tudja, hogy mondjuk a japán-kínai háborúban nem játszottak-e közre a háttérben mondjuk a fehér emberek. Így van, akik összeugrasztották ezt a két népet. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy miben, tehát mikor például leigáztak egy országot, és akkor utána, vagy háborút hoztak létre, úgyhogy akár nevető harmadikként ott voltak a fehérek, mint például az USA, ugye a második világháborúban, meg az első világháborúban, hát gyakorlatilag egy nevető harmadik volt, mert az ő területén nem folyt háború. Hát ha megnézed,
föllépett segítőként, érted? Tehát ők a megmentők, föllépett azoknál az országoknál segítőként, ahol ugye letarolták az országot, mit tudom én, például olyan, hogy Marshall segély, és akkor utána ilyen modernkori gyarmatosítást csináltak belőle. Érted? A modernkori gyarmatosítás az azt jelenti, hogy annak fejében átadnak termelő eszközöket, érted? Például gyárakat, földeket, stb. Stb. És annak a hasznát kiviszik az országból. Ez a modernkori gyarmatosítás. Tudod, amikor föllépnek, hogy ők a segélyezők, ők a segítők, de ebbe a háttérben mindig van valami érdek, egy olyan érdek, hogy utána a hasznot kivigyék az országból, mint ami itt volt például Magyarországon, hogy jöttek ugye Magyarország, itt az első, tehát nem első, hanem a rendszerváltás, tehát a rendszerváltáskor jött a nyugat, és a nyugat föllépett úgy, hogy majd gazdasági növekedést hoz létre Magyarországon, elérte azt, hogy bagóért megvehesse akár a jól működő vállalatokat is, ugye emlékeztek ilyenre, és utána a hasznot az kihordta az országból. Na most ez gyakorlatilag milyen megmentés, meg milyen kompenzálás? Na most ez azt jelenti, hogy ennek annak, hogy az milliókat, tízmilliókat, csak nem azt lehet mondani, hogy a fehér ember százmilliókat kiirtott a Földön, ennek van következménye. És ha te nem is csinálta az életedben semmi rosszat, akkor is a néped karmáját azt viszed tovább. Érted? És előbb-utóbb, ha nem kompenzálod, tehát nem teszed jóvá azokat az ártásokat, amit ugye karmaként hoz az ember, akár nem személyes karmaként, hanem nemzeti karmaként, mint nép, vagy akár mint faj, akkor onnantól kezdve tudod, mi lesz? Ami most van. Az azt jelenti, hogy a fehér ember nagy része a következő pár évben, egy-két évtizedben piszkosul fog szenvedni. És tudod, milyen szempontból elsősorban? Hogy nem lesz elég pénze. Érted? És mivel elérték az embereknél, hogy a pénz legyen számukra a legfontosabb dolog, akár még fontosabb, mint az emberi kapcsolatok, vagy fontosabb, mint a szeretet, ezáltal mi fog történni? Az, hogy a pénzhiány piszkosul meg fogja viselni őket. Tehát, hogyha gondold végig az életedben, ha valamit leginkább szeretsz, és azt veszik el tőled, akkor az visel meg a legjobban. Na most a fehér ember nagy része leginkább a pénzt szeretik. Ezért van egy mondás, ugye itt a magyar nyelvben, hogy mit tudom én, mennyi pénzért megizélné az anyját, tudod? Na most sajnos, ha körülnézel, az emberek többségére ez most igaz. Ez most igaz. Méghozzá a fehér emberekre igaz. Nem a feketékre, nem a sárgákra, de nem is a barnákra, hanem a fehérre igaz. Hogy a fehér ember többsége bizonyos pénzért megizélni az anyját. Na most én mikor ugye pénzzel foglalkoztam, pénzintézet vezetője voltam, akkor azt hallottam, hogy mindenkinek van egy ára, tehát pénz ára, pénzben mérhető ára. Az azt jelenti, hogy pénzért gyakorlatilag bárki megvehető.
Ezt hallottam. Hát én bebizonyítottam, hogy én nem. Jó? Maradjunk ennyibe. Tehát lényeg az, pedig ezt hallottam, és megpróbáltak meggyőzni arról, hogy, bárki megvehető. Most gondold végig, a fehér ember így működik, hogy van pénz, amiért eladja a saját hitét, vagy a saját lelkét akár. Érted? A legtöbb ember. Tehát nem azt mondom, hogy kizárólag mindenki, de a legtöbb ember. És szó szerint a legtöbb ember bizonyos pénzért megizélni az anyját. A fehér ember. Na most, tehát ezt most csak azért mondom példaként, hogy mennyire fontos a fehér embernek a pénz. És úgy lehet tönkretenni a fehér embert, hogy a legfontosabbat, minden embert egyébként így lehet tönkretenni, hogyha a legfontosabbat elveszik tőle. Érted? És ha a pénz a legfontosabb, akkor a pénzt kell elvenni tőle. És most ezt csinálják, ez indult el. Jó? Tehát ez annál inkább igaz, minél hosszabban tart majd ez a háború. Márpedig ez úgy néz ki ez a háború, hogy direkt húzzák. Érted? Tehát direkt csinálnak belőle ilyen állóháborút, hogy ez komolyan megviselje az európai népeket. Mivel a fehér ember az Európából indult ki. Világos voltam? Tehát a fehér ember az innen indult ki, Európából, úgy jutott el a világ különböző részeire, és onnan akkor, amikor az írtásokat csinálta, az emberírtásokat csinálta. Nyilván nem mondható az, hogy több ezer évvel ezelőtt a fehér ember innen indult ki, mert ez nem igaz, de amióta az írtásokat csinálják a fehér emberek, innen rajzottak ki Európából. Világos voltam? Na most és ha azt gondolod, hogy nincs egy népnek karmája, vagy neked nincs olyan karmád, ami nemzeti karma, tehát például nekünk, tudod mi a nemzeti karmánk? Tehát van egy olyan karmánk, hogy fehér emberek vagyunk. Ezáltal ha visszamész, főleg magyarként, visszamész az ősi vonaladon, kiderül, hogy mindenféle keveredésen átmentünk. Mi magyarok. Mindenféle, tehát ami azt jelenti, hogy echte magyar gyakorlatilag nincs. Tehát olyan nincs. Tehát biztos, hogy van benned olyan náció, tehát olyan nemzetiségű, aki nem magyar volt. Ez hód biztos. Na most ezáltal biztos, hogy, a fai, tehát a fehér fai dolgok, azok rád is valamilyen szinten vonatkoznak. Tehát ha te azt gondolod, hogy kit érdekel ez engem, én nem csináltam semmi rosszat, én nekem nincs karmám, nagy tévedésben élsz. És akkor még nem beszéltem a, lelki karmádról, az előző életből hozott karmád, nem beszéltem ugye a családi karmáidról, de az biztos, hogy egy népnek a fia vagy, akkor a népnek is van karmája, tehát a fajnak is van karmája, a népnek is van karmája. Oké? Van a lelkednek karmája és a családod, családi karma. Oké? Négyféle. Négyféle karma. Attól, hogy nem tudsz ilyen dolgokról, mert nem tanították, attól van ilyen. Na most ezért az ember mit tehet? Széttárja a karját, és azt mondja, hát a szülőmnek is volt karmája, amit én megkaptam, idézőben megörököltem, érted? Hát semmi gond, a népemnek is volt, hát akkor nekem is van, szóval nem ez,
nem ez a megoldás, nézzük ma a magyarnak mi a karmája, jó? Tehát a magyar népnek. A magyar nép nem fejezte be egy küldetését, hogy magasabb rendű tudást vigyen el az emberiség számára. Ez a magyar népnek a küldetése. És ezt nem csinálta meg. Egy darabig csinálta, majd megállt ebben a kérdésben, nem tudom, tudjátok-e, honnantól állt meg? Istvántól. István volt a megállító. Milyen István? Hát akit most Szent Istvánnak hívják, Szent István királyunk állította meg ezt a fajta működésünket. Oké? Maradjunk ennyibe. Jó? Na most, és onnantól kezdve az ember nem teljesíti ezt a küldetését, mint magyar, akkor ez ott marad karmaként, és minden karmát az ember, ha nem teljesít, megszenved. Jó? Ezek nem rossz hírek, ez tudás, úgy hívják. Érted? Tehát jó, ha az ember ilyeneket tud. A nem tudás nem mentesítő körülmény. Világos voltam? Na most akkor nézzük tovább. Akkor hogyan lehet mondjuk egy fajnak, a fehér fajnak a karmáját? Vagy például mondjuk egy, mit tudom én, egy angol népnek a népbeli, mit tudom én, egy angol származású embernek a karmáját, érted? Aki mondjuk Angliából származik, akik a legtöbb embert írtottak ki az angolok egyébként, hát ha jobban megnézzük, tehát a világon az a nép a legterheltebb karmikusan az angol, csak úgy mondanám, tehát egyik se annyira, a német közel sincs annyira, mint az angol, és például mondjuk, hogyha valaki angolként született, akkor hogyan tudja kompenzálni? Tehát hogyan lehet egy karmát jóvá tenni? Tehát a karmáról tudni kell, hogy az mi. Oké? Tehát miből fakad a gyilkosság? Tehát a háborúban gyilkolászások vannak. Világos ez? Tehát aki a háborúban részt vesz és közvetlenül öl, az ő maga gyilkol, ha gyilkolásra ad parancsot, akkor is gyilkos. Tehát gyilkosnak hívják. Miből fakad a gyilkolás? Gyűlöletből. Világos ez? Tehát a gyűlölet energiájából fakad a gyilkolás. Ezen a szinten válik valaki gyilkossá, hogy gyűlölet szinten van. Világos ez? És nem arról beszélek, aki önvédelemből gyilkol. Oké? De akkor is, ha önvédelemből gyilkol, abban a pillanatban le kellett mennie a gyűlölet szintjére. Tehát bizonyára láttál már gyűlölködő embert, hát nem egy jó hangulat, ha megnézed. Na most a gyűlöletnek mi az ellentéte? Szeretet. Így van. Szeretet. Pontosan. Tehát a gyilkolást hogyan lehet kompenzálni? Szeretettel. Így van. Tehát, de hogy? Az, hogy elkezdi szeretni az embereket, az egyén, az kevés. Hanem szeretetre is kell őket tanítani, a többieket. Világos ez? Tehát a gyilkosság karmáját így lehet kompenzálni. Nyilván, ha valaki többszörös gyilkos, mert sok embert ölt meg mondjuk a háborúban, részt vett mondjuk egy csatában, akkor nagyon-nagyon sok embert kell szeretetre tanítani.
és nagyon szeretni kell az embereket. Világos ez? Mi van akkor, hogyha mondjuk egy nép vállalt mondjuk egy küldetést, hogy egy magasabb rendű tudást viszel az emberiség számára, és ezt nem teszi, annak az a következménye, hogy nehézségek vannak a nép életében, addig, míg ezt a karmát nem rendezik. Világos ez? Tehát ugye ott tartottam, hogyha egy népnek van mondjuk egy karmája, hogy az a küldetése, hogy magasabb rendű tudást vigyen el az emberiség számára, akkor vajon ha ezt nem csinálja, akkor mi történik? Ugye az előbb hallottátok, mi történik? Szenved általánosan a nép. Oké? Hogy lehet szenvedni? Nagyon egyszerű. Egy ember is, meg egy nép is akkor szenved, ha elnyomják. Oké? Ilyen egyszerű. Annál jobban szenved, minél jobban elnyomják. Az egyére is igaz. Tehát, hogyha te sokat szenvedtél, azért, mert sok elnyomást kaptál. Oké? Egy nép sokat szenved, akkor az azt jelenti, hogy sok elnyomásban részesül. Tehát volt egyszerű a dolog. Miért? Hát, ha, tehát mit eredményez a nehézség, a szenvedés? Hát, ha jó útra tér annak hatására. Világos ez? Tehát, ha nem kell a jó, akkor kapod a rosszat. Oké? Addig, míg nem választod a jót. Érthető? De az nem azt jelenti, hogy nem kell tenni semmit a jóért, a jóért, a rosszért nem kell tenni semmit. Az elég, hogyha csak karmád. Oké? Mert már megtetted érte a múltban. Jó? A jót válassza az ember, és elkezd haladni azon a jó úton. A jó úton elkezdesz haladni. A haladás a tettekre van építve természetesen. Na most gondold végig, hogyha egy népnek az volt a karmája, hogy egy magasabb rendű tudást vigyen el az emberiség számára, és ezt nem csinálta, és emiatt szenved, akkor vajon mi lenne a teendője annak a népnek? Hát, hogy elkezdje a küldetését megvalósítani, nem? Hogy egy magasabb rendű tudást vigyen el az emberiség számára. Nem? Miért van ilyen jóslat, nem is tudom hány, hogy innen fog elindulni a magasabb szintű tudás, ami létrehozza az emberiség számára a szeretetet, békét és a boldogságot. Tehát, hogyha talán teljesítenénk a küldetésünket, akkor lehet, hogy boldogabban élnénk az életünket, nem? Most népszinten gondolkodok, mert egyén szinten én már csinálom. Oké? No szóval lényeg az, hogy ha te azt gondolod, hogy a te életed az csak úgy jött, és majd valahogy leéldegéled, akkor elég tudatlan vagy ebben kapcsolatban. Tehát itt ezen a bolygón semmi nincs véletlenül. Semmi. Tehát gondold végig, négyféle karmáról beszéltem. A saját életedből meg tudom mondani azt, hogy milyen karmát hoztál az előző életedből. A saját életedből meg tudom mondani azt, hogy milyen családi karmát hoztál. És ezt te is meg tudod majd mondani, hogyha képzed magadat természetesen. Nem csak magadról, hanem másokról is természetesen. És ugye vajon miért kell pont a magyarnak ilyen tudás? Mert a bolygón a létszámhoz képest ez a legnépesebb olyan
csoportosulás, a magyar, amelyiknek a nagyon nagy része, a nép nagyon nagy része képes erre. Érted? Tehát amit most elmondtam. Tehát arra képes, hogy olyan dolgokba is belelásson, amiben a legtöbb ember nem lát bele. És ez semmi más, ez nem kell, hogy veled született dolog legyen, valamilyen szinten veled született dolog, csak mert ugye a magyarban ez veled született dolog, tehát a magyar embernek, csak, tehát más népeknél is van ez, csak nem ilyen arányban, ez a lényeg. Tehát csak ugye az a különbség, hogy ez el van benned rejtve. És ez azt jelenti, hogy akkor tudod ezt az elrejtést felfedni, ha van elég tudásod ahhoz, hogy ez beinduljon, ezek az ilyen irányú képességek. Világos ez? Tehát ez tudáskérdés. No, szóval nézzük tovább. Nagyon jól meg lehet mondani egy népnek, mi lehet a karmája, nagyon jól meg lehet mondani, hogy mondjuk egy fajnak mi a karmája, és hát a fehér fajnak elég síralmas a karmája. Na most, hogy működik a boldogság? A boldogság úgy működik, hogy akkor tudsz igazán boldog lenni, hogyha te is boldog vagy, meg a környezetedben lévő emberek is boldogok. Oké? Tehát kikről van szó? Azokról van szó, akikkel kommunikációban vagy. Oké? Tehát ha azok az emberek, akikkel kommunikációban vagy, boldogok, és te is boldog vagy, akkor tudsz boldog lenni. Érted? Tehát az a fajta boldogság nem működik, hogy te boldog akarsz lenni, de nem teszel azért, hogy a környezetedben lévők is boldogok legyenek. Érted? Az nem működik, azt felejtsd el. Tehát úgy tud az ember ma a világban boldog lenni, hogyha tesz azért, hogy a környezetében lévők is boldogok legyenek. És hogy ez mekkora ez a környezet, ebből a szempontból most ez részletkérdés. Jó, tehát, na most akkor gondoljátok végig, hogy ha az ember olyannal támogatja mások boldogulását, hogy az életükben tudjanak boldogulni, tehát mondjuk az élethelyzeteiket helyesen kezeljék, problémáikat megoldják, illetve megelőzzék, céljaikat elérjék, és ezekben tudjanak másoknak is segíteni, tudjanak fejlődni, tudjanak szellemileg, lelkileg fejlődni. Az vajon segít abban, hogy az ember lerakja mondjuk ezt a nemzeti karmát, ami a magyarra vonatkozik, vagy mondjuk a fehér emberre vonatkozó karmát. Tehát anélkül nem lehet együttműködni, hogy az emberek ne szeressék egymást. Anélkül meg nem lehet szeretni egymást az embereknek, hogy ne tanítsd az embereket erre, és ebben nem mutass jó példát. Érted? Tehát a példamutatás az egy nagyon jó tanító eszköz, hogy jó példát mutatsz az emberek számára. Mert hogyha valaki mondjuk bort iszik és vizet prédikál, az elég hamar ki szokott derülni. Tehát hogy azt tanítja, hogy szeresd az embereket, de ő maga nem szereti az embereket, hát az elég hamar kiderül. Szóval a lényeg az, hogy lehet éldegélni azon az átlag ember szintjén az életedet, mint amin a legtöbb ember éli. Csak ezt piszkosul meg fogják nehezíteni. Érted? És tudod, van egy mondás ezzel kapcsolatban, hogy olyan egy nép, amilyen a vezetői. Érted? Mert a nép közül
választódik ki a vezető. És most gondold végig, Ukrajnában folyik a háború, és miért szívnak az ukránok? Hát mert ők választottak egy olyan vezetőt, akire a szakemberek azt mondják, hogy egyszerűen nem képes, hogy is fejezték ki ezt? Ja Istenem. Tehát nem ez volt a kifejezés, de ugye az volt, hogy ostoba döntés, de nem az ostoba szó volt, hanem valami más volt helyette. Tehát mit tudom én, volt tárgyalás Putyin és Zelenszky ukrán elnök között, és akkor ugye, hát a közben eszembe jut a szó, mondták, hogy rosszul csinálta a Putyin, tehát ostobaságot. Néha elköveti, ki elköveti ilyet, de Zelenszky rendszeresen. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy egy normális kommunikációja nincs, úgy értve, amivel békét tudna létrehozni, érted? Tehát egyszer képtelen rá. Na most gondold végig, akkor van egy nép, amelynek ilyen vezetője van, ők rakták az ország élére, mert ők választották meg. Nem, nem a kompromisszum, nem. Hanem egyszerűen, hogy nem képes helyesen kommunikálni, érted? Neki az a kommunikáció, hogy a nyugat segítse őt katonailag, érted? Hát ez a kommunikáció. Neki ez a megoldása a békére, hogy a nyugat segítse őt katonailag. Érted? Hát ez gondold végig, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, mintha nem akarna békét, nem? Gondold végig. Tehát ez szerinted egy normális kommunikáció, hogy az a megoldás a békére, hogy a nyugat segítse őt katonailag. Hát ez nem az, nem az, a háború folytatását jelenti. Hát persze, hát ő nem politikus, egy semmi köze a politikához, de látni is rajta, hát nem tud politikusan kommunikálni kifele. De gondold végig, tehát ezt azért mondom, mert olyan a nép, amilyen a vezetője, érted? Olyan a vezetője, amilyen a nép, érted? Tehát oda-vissza igaz. Jó? Hát ha megnézed, ugye nekünk Mátyás óta nincs egy normális vezetőnk. Mátyás királyunk óta. 1400-as évek óta nincs egy normális vezetőnk. De megnézzük, mondhatjuk azt, hogy nem is vagyunk normálisak. Hát miért? Valljuk be őszintén, ez van. Hát azért, mert hát miért? A vezetőink nem normálisak, akkor mi se vagyunk azok. Hát nyilvánvaló. Jó? Hát ezt sajnos be kell vallani, hát be kell vallani. 600 éve nem vagyunk normálisak. Így van. Így van. Mert 600 éve nincs normális vezetőnk. Érted? Jó, szóval lehet, hogy most az egód azt tiltakozik, tudod? De én vissza tudom fogni. No, ez az egyik rész, hogy ugye ezt tudtam, hogy ez lesz, csak azt nem tudtam, hogy milyen formában. Nekem jó ez a forma, ami most van, tehát semmi gond nincs ezzel. Abból a szempontból, hogy változtatni úgyse tudok rajta. Hát most, hogy elfogadom, nem? Vagy idegeskedek rajta, nem? Hát lehet, hogy neked jobb az idegeskedés, de én nekem meg jobb az, hogy elfogadom azt a helyzetet, ami van a világban. Én ugyanúgy ezt a Covid helyzetet is elfogadtam, érted? Meg azt is, ami most van. De elmondom, te nyugodtan idegeskedhetsz rajta, hogyha az neked könnyebb. Biztos, hogy nem könnyebb, jó? Maradjunk ennyibe. Na szóval, gondold végig, ez az egyik dolog, de a másik dolog, hogy miért kellene így lenni? Miért? Egy, itt van ez a karma kérdés, ugye erről beszéltem. A másik dolog, hogy szerinted azt látod, hogy az embernek az a
születéséből fakadó küldetése, hogy, hogy a pénzt hajtsa, és minden a pénz körül forogja. Tehát ez, ez az embernek a küldetés, ezért születtünk. Hát ha valaki azt gondolja, hogy ezért születtünk, akkor hát nagyon tudatlan, így enyhén szólva. Nagyon tudatlan. Tehát az embernek nem ez a küldetése. Tehát senkinek itt a bolygón. Lehet, hogy a sátánnak az a küldetése, hogy ilyeneket elérjen az embereknél, hogy ezt higgyék az emberek, hogy ez a küldetése, de hogy a jóistennek nem, az volt biztos. Na akkor nézzük, nézzük tovább ezt a kérdést, akkor mi a küldetése? Tehát hogyha kicsit körülnézel, azt látod, hogy az emberek helyesen gondolkodnak? Nyilván vannak olyanok, akik helyesen gondolkodnak, de azok vannak nagyon kisebbségben, nem? Tehát sokkal több a helytelen gondolkodó, mint a helyesen gondolkodó. Mi a helyes gondolkodás? Hogy az orránál távolabb lát, érted? Mit jelent az, hogy az orránál távolabb? Az orrunk az, hogy addig lát, ameddig a következő jövedelmet megkapja. Ez ezt jelenti, az orrunkig látás. Érted? Hogy addig néz előre, amíg a következő jövedelme meg nem érkezik. Vagy, mit tudom én, addig az a, az a célja, hogy, hogy hú, hát most már március van, hova menjünk nyaralni? Érted? Hova menjünk nyaralni majd nyáron? És addig tart a célja, amíg el nem megy nyaralni a nyáron. Érted? Én ezt tudom, hogy milyen, mert én is csináltam ezt. Érted? Én is csináltam azt, hogy már decemberben elkezdtem nézni, hogy hova menjünk nyaralni. Nem most, régen. Érted? Régen. Az a helyzet, tudod, hogy én soha nem hallottam ilyen képzéseket senkitől, és lehetőségem sem volt ilyen képzések hallgatására, hogy van annál sokkal fontosabb dolog az életben, van annál sokkal fontosabb cél, mint hogy hova menjünk nyaralni. Érted? Ezt soha nem tanították nekem. Sőt, azt tanították, hogy az a fontos, az a legfontosabb cél, hogy hova menj nyaralni. Érted? De tényleg tanították, ez nem vicc. És ahhoz, hogy ne ezt a hova menjünk nyaralni tudást hallgassam, ahhoz az kellett, hogy legyen kapcsolatom a fentiekkel. Érted? És a fentiek elmagyarázzák nekem, hogy nem ez a fontos. És utána rájöjjek abból, hogy tényleg nem ez a fontos. Tehát, hogyha én magamat megnézem, akkor biztos vagyok, hogy kevés olyan ember van itt a tanulók között, vagy a hallgatóságom között, aki mondjuk azt mondja, hogy 10 év alatt több nyaraláson vett részt, mint mi, mint én, családom, vagy feleségemmel. Időtartamot is beleszámítva természetesen. Tehát, de ez letelt nálunk 2010-ben. Érted? Akkor telt le, pont abban az évben, amikor emberek fejlesztésével kezdtem el főtevékenységben foglalkozni. Abban az évben voltunk utoljára. Ilyen nyaralási célzattal. Érted? És addig pedig ez igen fontos cél volt, a nejem számára nem, az én számomra. Hogy hova megyünk nyaralni. De igaz, hogy annak nagy részét úgy csináltuk, hogy, hogy az céges volt, és vezetőképzővel egybekötve. De mindegy. Régen nem így volt. Tehát ezt most azért mondom, hogy már egy olyan világban élünk, ahol
tanulhat az ember arról, hogy vajon miért született. Engem senki nem tanított, hiába volt asztrológus alkalmazottam, nem asztrológus volt, nem azért volt fölvéve asztrológus, hanem ilyen adminisztrációs tevékenységet végzett, és egyébként meg nagyon képzett asztrológus volt. Soha nem mondta, hogy nekem mi a küldetésem. Érted? Tehát ilyen részleteket mondott az életemből, hogy merre felé kell haladnom, és tényleg afelé haladtam, de azt nem mondta, hogy mi a végcélja az életemnek. Hogy miért születtem. Pedig hát ugye egy asztrológusnak ezt tudnia kellene. És ugye nagyon sokan csináltak már asztrológiai jellemzést, és ebből ez ilyeneket hallottak? Biztos nem. Vagy nagyon sokan csináltak numerológiai jellemzést a saját ugye számai alapján, csináltatott, nem hiszem, hogy a numerológus mondta, hogy te miért születtél. Pedig kellett volna, nem? Miért? Megtartják az embert abban, hogy azért született, hogy anyagi javakat halmozzon föl? És akkor úgy megkérdezném, még az se lenne baj, hogy anyagi javakat halmozol föl. De milyen cél érdekében? Hát milyen cél érdekében? Például az emberek javát szolgáló cél érdekében, vagy nem? Vagy öncéllal? Mert ha öncéllal, akkor az rossz cél. Oké? Na szóval, miért mondom ezt? Mert gondold végig, minden embernek van egy küldetése, és az a küldetés az gyakorlatilag egy alapküldetése van mindenkinek. Hogy visszatérjen oda, ahonnan jött. És akkor ez mi? Istenként éltél emberi lét előtt, de legalább angyali létben éltél, és visszatérni az angyali vagy az isteni létedbe. A legtöbb ember egyébként angyali létet élt, de visszatérni abba az angyali létformába. Ezért vagy itt. És ehhez a föld egy ilyen óvoda. Oké? Majd ha aranykor lesz, akkor lesz iskola. Most óvoda. Ha elértük az aranykort, akkor lehet a földet iskolának mondani. Most nem, most csak óvoda. Na most gondoljátok végig, hogyha az ember ezért van itt, hogy visszatérhessen oda, honnan jött, tehát az angyali létformába, akkor ezért mit tesznek az emberek? Hát ugye a fenti létformában lévő lényeknek van egy alapelve. Az, hogy szeretet alapon működnek. Érted? Tehát a szeretet vezérli őket. Az emberek így működnek? A szeretet vezérli őket? Nem egészen. Ha megnézem bárkinek a küldetését, bármilyen mód, bármilyen ember legyen, tehát bármilyen mód az azt jelenti, hogy bármilyen küldetése legyen, ott van a mögött, hogy olyan dolgokat kellene tenni, ami által az egyén, maga az egyén, akinek a küldetését vizsgálom, olyan szellem és lelki fejlődésen menjen át, hogy bejuthasson az aranykorba 2035-re, és az aranykorban, mint iskola, már képes lesz arra, hogy fejlődjön olyan szintre, hogy visszatérhessen az angyali létformába.
Jó, tehát ez nem más világ, szó szerint a más világ, tudod, ahogy szokták emlegetni, hogy eljutsz a más világba, nem. Az a baj, hogyha eljutsz a más világba, akkor onnan visszaszületsz. Ez azt jelenti, hogy az angyali létformába kerülni. És ezt miért nem tanítják? Miért nem tanítják mások? Most beszélnek az aranykorról, mert én már beszélek 10 éve vagy 12 éve, érted? Elkezdtek beszélni az aranykorról bizonyos tanítók. Most elkezdtem már beszélni ugye a fenti létformából, hogy visszakerülni a fenti létformába, ugye minimum az angyali lét, majd talán előbb-utóbb elkezdenek ők beszélni erről. Tehát egyébként megnézed, mi az egyéb értelme az életünknek? Tehát ha nem az, hogy fejlődj, mi az értelme az életednek? Mit viszel tovább az életedből a fejlődésen kívül? A fejlődést hogy viszed tovább? Hát az a legegyszerűbb, mert azt mondják, hogy ugye a halállal minden eltűnik meg, a fenét. Minden, ha meghaltál, minden nem az életedben, minden el van mentve. Elment elme. Az elméd elment mindent. Tehát az elméden keresztül el van mentve minden. Minden történés, minden, ami történt veled. Mindent, amit érzékszerveiddel érzékeltél. El van mentve. Onnantól, hogy megfogantál. Odáig, hogy meghalsz. Na most azt gondold végig, ha minden el van mentve. Milyen célból van elmentve? Két cél. A világ tudását gyarapítja. Egy, kettő. Másik, ugye, hogy visszakaphast. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy egyetlen dolgot nem vesztesz el. Azokat az információkat, amit megszereztél. Érted? Az nem veszted el. A halállal más mindent elveszt. Elveszted a családod, mindent elveszítesz. Érted? Elveszted az anyagiadat, mindent elveszítesz. Egy dolgot nem vesztesz el. Azt a tudást, amit megszerzel. Ezáltal egyáltalán nem mindegy, hogy ebben az életedben mennyi tudást szerzel meg. Milyen fontos szerepet tölt be az életedbe a tudás? Ez kérdés. Ez egy fontos kérdés. Ha nem tölt be elég fontos szerepet a tudást, akkor miért vagy itt? Mi értelme az életednek? Mondom, meghalsz, semmit nem viszel magaddal a tudáson kívül. No szóval, itt van egy olyan közösség, amely eleve szeretet alapon működik, és tudást adunk az embereknek, mert ezek az információk, hogy mikorra kell aranykornak lenni, ez egy feltétel az emberiség felé, a fentiek részéről. Ezt az emberiségnek teljesíteni kell. Mert ha nem teljesíti az emberiség ezt, nem kell az embereket legyilkolni. Pontosan tudják a fentiek, hogy mi emberek hogyan működünk. Ha valakinek például az a legfontosabb, hogy a pénz a legfontosabb, és ha ezt elveszik, boldogtalanná válik, és nem változtat ezen a fajta működésén, akkor ebbe bele fog halni. Tehát nézd meg, azok az emberek, akik től el lett véve, ami a számukra legfontosabb, ha ezen nem tudtak változtatni, ezen a hozzáálláson maga az egyén, akkor belehalt a veszteségbe. Érted? Mindenki így működik. És mindenki így működött. Világos ez?
Tehát egyszerűen meg tudják oldani az embereknek azt a fentiek, hogy maguk szépen belehaljanak a veszteségeikbe. Gondold végig, sokan tudod milyen veszteségbe fognak belehalni? A családtagjaik elvesztésébe. Érted? Azt nem fogják tudni feldolgozni. Például a gazdagok. Érted? Szóval a lényeg az, hogy itt van egy olyan közösségünk, ahol tanuljuk azokat a dolgokat, ami ahhoz kell, hogy képes legyél minden élethelyzetet helyesen kezelni. Például a jelenlegit is. Oké? Tehát egy jelenlegi helyzettel, bármi legyen a világban, két dolog van. Egy, ha nem tudsz rajta változtatni azon a dolgon, akkor azt a helyzetet úgy kell megélni, ez most egy tanítás, érdemes lenne leírni, úgy kell megélned, hogy tehát bármilyen helyzet van a világban, csak még ismétlem, hogy le tud írni, bármilyen helyzet van, úgy kell megélned, hogy érzelmileg ne befolyásoljon. Világos ez? Tehát minden olyan dolog, ami nem tudsz változtatni, úgy kell megélned, hogy érzelmileg ne befolyásoljon. Világos ez? Na most egy ezt hogy tudod megélni magadtól, tudás nélkül? Na ez egy jó kérdés. Mert ehhez az kell, hogy az embernek legyen tudása, illetve legyen egy olyan közösség, ahol van tudás arra, hogy hogyan hidalják át ezt a helyzetet, érted? Tehát te saját magad hogyan hidald át azt a helyzetet, hogy van egy probléma, amire nincs hatásod, mégis hat rád. Oké? És a legtöbb ember ennek a problémának a hatására, ami most van a világban, ugye két évig más problémáról beszéltem, most ami most van a világban, itt a szomszédunkban, ugye Ukrajnában, mit értek el vele, hogy hogy kezeli ezt a helyzetet? Elkezdett félni, vagy elkezdett együttérezni. A félelem és az együttérzés az közvetlen egymás utáni hangulat. És az együttérzés van lejjebb. Oké? Tehát az a rosszabb hangulat, nem sokkal rosszabb, mint a félelem, egy picivel. Tehát egy olyan ember, aki fél, az nagyon-nagyon könnyen válik együttérzővé. Vagy aki együttérző, az nagyon könnyen tud félni. Oké? Tehát ezt elérték az embereknél. Magyarul érzelmileg hatottak rájuk. Nem volt nehéz, mert előtte két évig alapozták, hogy az emberek féljenek. Mivel? A járványhelyzettel. Avval gyönyörűen alapozták, hogy féljenek az emberek. De ugye azt sokáig nem lehetett csinálni, mert hát az immunrendszere az felkészül az ember a különböző betegségekre, és egy idő után az a fajta betegség már nem tud hatni az immunrendszerre, mert avval szemben ellenálló, kellett volna újabb és újabb, na az meg már nagyon átlátszó. Hát kellett egy olyan helyzet, ami nyilvánvalóbb. A háború az, ha megnézitek, eléggé nyilvánvaló, nem? Az nem olyan, mint a vírus volt, hogy az nem volt kézzelfogható. A háború az kézzelfogható. Hát látjuk a rengeteg menekültől. Vagy menekültből, hogy kézzelfogható. No szóval, itt van egy közösség, ahol segítünk abban,
hogy a küldetésedet teljesítsd, segítünk abban, hogy ne hasson rád érzelmileg az, ami a világban történik, érted? És segítünk abban, hogy szépen bekerülj az aranykorba, bekerülj az iskolába, és segítünk abban, hogy egy magasabb létformába visszakerülj. Na most gondoljátok végig, hogy az iskola az mindig, mióta az eszemet tudom, kötelező volt, emlékeztek rá? Tehát az én időmben már az iskola kötelező volt. A háború előtt, vagy talán még a háború után is közvetlenül nem volt kötelező az iskola. De amikor én iskolába jártam, már az iskola kötelező volt mindenkinek. Kinek nem volt kötelező az iskola? Aki meghalt. Oké? Csak azért mondom, mert az aranykor az iskola. Az kötelező. Kinek nem lesz kötelező? Akik meghalnak addig. Világos ez? Tehát nyugodtan a két dolog között párhuzamot lehet vonni. Oké? Tehát, hogyha te nem akarsz iskolába kerülni, akkor csak egyféleképpen tudod ezt megtenni, hogyha addig meghalsz. Ugyanúgy, mint az iskola rendszerben. Nem tehetted meg, hogy nem jársz iskolába, mert kötelező volt. Világos ez? Azt tehette meg, hogy nem járt iskolába, aki meghalt. Oké? És pontosan ez lesz az aranykorra, mert az aranykor maga az iskola. Érted? Most itt az óvodában még el tudsz lébecolni. Az óvoda nem volt kötelező, bár most már azt is kötelezővel lehet tenni. De hát az ki lehet bulizni, hogy nem kell járni mégiscsak. Érted? Az óvodát. Tehát az én időmben biztos, hogy nem volt az óvoda, csak pár éve kötelező, ugye tudjuk. Tehát ugye szerintem akik itt tanulnak, azoknak egy se volt még kötelező az óvoda. Ugyanaz, most nem kötelező, hogy tanulj. Nem. Csak nem tudsz iskolába kerülni. Érted? Ami azt jelenti, hogy kösd föl akkor a gatyót, jó? És tessék elgondolkodni azokon a dolgokon, amiket most hallottál tőlem. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Legyél nálunk tanuló. Miért? Keresgethetsz nyugodtan hasonló képzéseket, úgyse fogsz találni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!